Szavaztok, ez itt a Green Light Maket különkiadása. Tegnap ezt már tesztelgettem, egész jónak tűnik. Ez a kis maszkocska. Csak valahol meg 2 órát írnak, hogy rajhagyjuk rajta, valahol. Viszont itt a leírásán meg azt írják, hogy ne hagyjuk rajta túl sokáig, mert akkor nem fogjuk tudni visszaszedni. Rágyógyul, tehát nagyon érdekes. Tehát ezt több tesztfestést kell vele csinálnom, hogy hogyan működik, tehát mielőtt elkezdem a repülőgépnek az üvegét festegetni vele, ami pont üvegre húztam rá, egy ilyen 10-15 perc alatt meghúzódott, már vissza lehetett kaparni, és még az üveg is ilyen érdekes volt, tehát már mattosodott el, és ezután pedig ilyen szép csillogós tiszta lett. Tehát még az elmattult üveget is így, már ami már régen volt ott áll, van egy ilyen fél vitrines kis polcom, de tudom, a fél vitrines, mert csak az alja vitrin, és azon van ugyebár az Exupéry In Memoriam repülő. Azt úgy döntöttem tegnap, egyébként vissza is mostam neki ilyen Revell festék eltávolítóval így az üveget tesztelésnek, levettem, lepattintottam a kabint, még jó, hogy Mr. Cementtel tettem rá, mert kézzel vissza tudtam gyakorlatilag kézzel bontani a kabinját neki. Úgyhogy az vissza lesz mosva, az egész újra lesz festve, mert hát igen, látszott, hogy ott már airbrush ma ott kezdte az egy parádét, tehát ott egy-két helyen hol megköpködte egy és így közvetlen közelről, meg gondolkoztam, hogy a paneleket kihúzom benne, tehát hogy a panelvágót se lenne hülyeség venni, amivel mélyebbre húzom a repülőgépnek a paneleit, mert hogy bele akartam nyomni egy kis izét, jaj, de remeg ez a szart, a földrengés van, bazdmeg, nem mindegy. Amivel a kis paneleket így össze akartam volna húzatni, vagy bocsánat, ki akartam emelni. Már tegnap már letakarítottam, már rendesen egy-két helyen, már kikezdte a por meg minden. Már mondjuk ez se ártana, lehet visszamosni egy kicsit, mert vannak rajta új lenyomatok, mert hülye fejemmel ki kellett volna fúrni ezt is úgy pálcára felrakni, mint a tankokat. Azt egy-két helyen meg lett fogdosva, de azt hittem, hogy gyorsabban szárad a valeljó, de nem. Ez mondjuk ez egy ilyen gyári hiba. Annyira gyengére csinálták a kerekeit, hogy így a saját súlya alatt így megrokkont. Ez a Heller. Micsoda már ez? Dassault Mirage, vagy Rafal, bocsánat, nem Mirage. Van Dassault Mirage, Dassault Rafal. Ez 30 éves, azt hiszem, ez az egy francia repülőgép típus, teljesen fölösleges volt amúgy jó néz ki, meg tetszik ez a kettő utánégető a hátán. Bár az jobb lett volna, mint olyasmi lenne, mint az F-14-esnek, hogy így kettő kis szárnyat tettek volna, akkor szerintem ez egy világ egyik legszebb repülője lett volna. Ha ugye kettő kis ilyen farok résszel csinálták volna meg. Ez ilyen vadászbombázó, nem tudom, már annyira nem vágom. Francia repülést, még majd az ülést is ki kell festeni rajta, még van rajta bőven javítani, meg festegetni való. Rendeltem ilyen Tamiya fittet, nagyon sokszor még ilyen miket is, ilyen Emanellel, ecsettel festett makettekre sima kis vizet tettem, ráhúztam matricát, a megáztatott matricát, ecsettel beállítottam, az jó volt. De ezek néha már ilyen aquacolorral festett cuccok, ezek néha már picikét neccesebb, mert hogy mondjam, rögtön fölkaphatja a festéket, meg minden. Most látok itt egy öntés hibát a szárnynál. Ilyen bemélyedés, ilyen kis vagy itt nincs, itt meg van. Hát igen, vannak hibák azért ezen a repülőn. Tehát könnyen karistolódik, könnyen koszolódik. Ez tegnap egy kis majd a poroló ecsetem már kezd elkopni a sok porolásba, meg minden. Így visszaszedem néha így a maketteket így a polcról, mert még azért kéne a tukettest kellene még jól leporolni, az milyen okádék lehet. De is hozom, megnézem. De sok makett abban van hagyva, ez a baj, és ilyen
úgy, mint a Green Light csatornán a játékokat, ott is most már kezdem összekaparni magamat, hogy tehát most befejeztem a Gabriel Knight-ot, végigvittem, egy csomó játékot be akarok fejezni, ami félbe lett hagyva, ugyanezt akarom a makettekkel, és nagyon sok ilyen félbehagyott makettem van. Hát igen, itt is látszik, hogy megfogtam, tehát nincs kizárva, hogy ez is kap egy festékoldást amúgy. Elég gyanús nekem, igen, itt is van egy új lenyomat. Még aránylag ez nem lett volna rossz a festése neki, csak... Most már nem érdekel, inkább kifurkálom a repülőket, leszarom, ráhúzom, a nyársra húzom őket, azt úgy azért... Azt utána esetleg, de igazából úgy tervezem, hogy kitaláltam egy olyan makettartó szerkezetet, van rengeteg tetőlécünk. Felcsiszolok egyet, lelakkozom, felrakom a falra, gyakorlatilag ilyen kis panelszerűt, veszek pántot, meghajlítgatom satuba, úgy hasonlóan, mint ezt a kameraállványt egyébként, mert ez is ilyen, ezt is én csináltam az életemben, most minek veszegessek én itt ilyen mindenfajta 10-20 ezer forinti egyébként ilyen Lumixokhoz, ilyen fél kilós gépekhez egyébként, tényleg ilyen aranyárban vannak az állványok, akkor tudok otthon csinálgatni, meg legalább megy egy kis barkácsolás, meg azért elég, jó, hát mondjuk remeg, de hát ezt most nem tudok mit csinálni. A rúnára rátesszük. Hát ennek följött a maticája. Hát mondjuk mit, szétrepett a matrica, bazmen. Mr. Craft matrica, pedig ezt lelakkoztam. Ez pedig a kapott lakkot, meg minden. Kedvenc tukettesem, ezt még festeni se kellett, annyira izé volt. Pű, bazd meg. Ezt kitaláltam azt, hogy na mondom, megcsinálom úgy, hogy mint a tettem oda ilyen átlátszó panelt, az aljára, mint a dobná a bombát. Igen, ám az unokatesóm mondta, hogy ez tök jó ötlet, csak akkor behúzott kerekekkel kellett volna megcsinálni a repülőt. Tehát ez ilyen érdekes epic fail, tehát ez az utolsó pillanatait láthatjuk a repülőnek, tehát akkor nem van a földön, és épp leejti a bombát maga alá. Várj. Hát ezt is újra kell matricázni. Ó, bazd meg az anyádat! Mr. Craft matricát, mi a faszt várok én ettől? Polák zászlót, a lengyel zászlót meggyalázza. Nem akartam már komcsira csinálni. Mondjuk azok is kommunista tagállam volt, amikor Lengyelország is. Mondjuk. De ő rájuk is úgy rá volt erőltetve a kommunizmus, mint a magyarságra mondjuk. De egyébként ez a tukettes, ez nekem bejön. A szép repülő. Hú, de poros, bazd meg. Azt a kurva. Hát az kell az ég. Ó, geci. Na, a mattot majd megint izéhetem le. Rázhatom ki. Hát igen, ez az rossz matrica nem maradhat rajta. Pedig ez kapott lakkot. Meg nem nyúkált senki hozzá. Ez önmagában a por, így kikezdte. Igen, ezzel a géppuskái mindig kitörtek, emlékszem, nem tudom, hogy... Nem lehetett normálisan beragasztani ezért géppityút neki. Hú, bazd meg az anyádat. Lehet, hogy nem is ezért makettépítős, ez a makettakarítós ezért felvétel, ma ilyen is kell. Ez az, amíg rajta hagytam, ilyen pentagram-szerűen raktam fel a csillagot. Vörös csillag. Ez még az eredeti matricája volt, jó szar is. Egyik, a másik fele meg lengyel. Lengyel matrica. Igen, itt látszik, hogy még nagyon amatőr voltam még, amikor ezt raktam, hogy ablakrácsot, tehát így a ablakrács, így a fülkének a izét, tehát nem festettem, hanem filctollal próbáltam, itt szabad kézzel látszik is a csáli. Tehát még ez is így a tanuló makettjeimnek így a izéje volt. Az annyira jó tetszett, ezt is filctollal festettem meg az oldalát.
vagy az orrát, bocsánat. Olyan, hogy a ennek a típusnak csak a kabin első fele, tehát nem az egész kabin volt üveg, hanem volt így csak szó szerint el volt felezve a kabinja, és itt lemez volt, és csak az alja volt itt a bombázónak ezéje, tehát üvegből, meg itt ez az alsó rész. De mondjuk egyébként kurva masszív egy makett, tehát mondták többen, hogy nem jó, olyan nagyon öreg, ez is valami 70-es éve, 72-es ma, 72-ben gyártott. Mondták, nem érdemes ilyen régieket összerakni, mert izé, már nem olyan a műanyag, meg minden, de ez olyan. Ez nagyon fasz a műanyag. Masszív, ez többször leesett, egy dekalkatrész nem tört le. Jó, mondjuk a géppuska az letört. Azzal szívtam is mindig. A géppuska az letört, kis faszak is, bomba, minden, kerék. Szerintem gumírozott szerű itt ez a vége is, tehát a kerék is ilyen gumiszerű. Tehát szerintem ez egy nagyon fasz a makett, ez a tukettes. Gondolkoztam, hogy újra veszem, de mondom, miért én, nagyon jó ez. Lengyel felségjelzéssel, hogy a lengyeleket amúgy is bírom nagyon. Szimpatikus ország. Nem csak azért, mert ott van a Witcher, hanem amúgy is mindig is egy szimpatikus nép volt. Volt egy 60-ban is nálunk volt egy lengyel piac, jöttek ki árulni. Ez egyik legjobb magnómat, ilyen international, ilyen japán kétkazettás magnó, még lengyelektől lett véve, emlékszem. Tök jó fejek voltak. Úgyhogy ugyanúgy lengyel zászlót akarok rátenni erre, és csak de jó, mondjuk a Mr. Craft is egyébként lengyel makett, de az elég szar minőségű. Az sajnos nem tudom, hogy most gyárt-e új maketteket, de ilyen fölvásárolt valami, nem tudom, ilyen régebbi modellgyártót, vagy ilyen régebbi modelleket is Mr. Craft néven futtatják, rohadtul nem kéne, mert beszarok. És mondjuk, ami meg jó modellek lennék, mert volt egyszer szemben, most tudom, egy Suhoi repülő, összeszem, és nem tudom hányas, azt összeraktam, az is Mr. Craft volt, még a szárny mozgató mechanikája is jó működött. Tehát az például ilyen kellemes csalódás volt. Mert masszív is volt, mert minden. Nem az, hogy leesik a polcról, az 20 fele törik, mint a Revel hajó. Az is szarrá, az is már föl kéne tatarozgatni. Na, vissza is teszem. Meg a homokóra tetején szoktam tartani. Ó, bazd meg, ez is tiszta porgec. Egyetlen egy diorámám, amit nem én készítettem. Volt egy kisöreg, egy makettező kisöreg. 1000 forintból kihozta nekem ezt. Jó, nem most volt ez már, vagy 10-12 éve, 13 éve. Igen. 1000 forintból kihozta ezt. Ezt nem tudom, mivel festette, de szerintem ez ilyen olajfesték, még biztos nem is Emanel, hanem ilyen olajfestékkel küldhette. Matrica se száradt ki rajta. Ezé is. Most néztem, milyen kereteket is lehet kapni így. Modellfutárom meg ezeket, kurva drágák. Ez nem is pigment, rendes igazi köveket használt, rendes igazi, ez igazi gaj. Emanellel, vagy nem tudom, valószínűleg olyan olajjal festett, Emanel, mindig Emanelt mondok, de nem az. Olyan olajjal festett izéken, az olajfestékkel kinyomott figurák, ez is geci jó lett. Semmi bemosó nincs rajta egyébként, nem is használtak a régiek, azt se tudták, hogy mi az. Ez egy nagyon elbaszott tigris tank, így hiányzik róla így a lőszertartó, sokkal kisebb. Arra gondoltuk, hogy lehet, hogy ez nem is 1.72-es, hanem volt 1.78-as, nem tudom, többfajta méretben volt régen. Mert itt ilyen érdekesen áll a, mint tette így a tisztet. Olyan, mint hogyha a tiszt az sima 1.72-es lenne, a tank meg ezért. A tank meg sokkal kisebb. De ilyen tigris tankszerű, de na, szóval érdekes. Nagyon, egyébként nagyon szépen
élethűre meg van csinálva. És ilyen kis matrica is van az elején. Egyébként kifejezetten könnyen jár, ilyen kis ecsetszőrből van az antenna, berakva neki. Tök jó kifestett a csávó. 1000 forinté. Megcsinálta a kis öregem. Most már lehet, hogy nem is él. Vagy hogyha már... De hát ez még az a klasszik, old school, nagyon öreg. Aztán ennek nem is mozgatható még a csöveseles. Ez csak ilyen... Nem tudom, milyen modell lehet. De nagyon fasza. Rendes ilyen gajból van az ilyen fa csinálva meg. Az is így megvan így izélve szépen, meg van dolgozva. Így leszoktam porolgatni néha, mert... Nagyon. A dzsuvásodik is ilyen kis common RPG. Ez is itt egy gránátos, egy izé. Meg egy tiszt. De lenne hozzá a búra, de gondolom az nem volt neki. Tökre tudná körülni, amit tök fasza. Úgy vigyázok rá, mint a szemem fényére. Nagyon ilyen úgy voltam vele, hogy én makettezni kéne, biztos nem tudnék összerakni egyet se. Ez is így motivált, hogy elkezdjem ezt a fajta tevékenységet. És régen, régi idősek sokkal szarabb minőségű technikával dolgoztak, mint mi. Mostaniak, az mennyivel szebb, sokkal primitívebbek voltak a makettek is, sokkal ezért részlethiányosak, meg minden. Ezt milyen faszán meg tudták csinálni, sima ilyen temperaszerű, ilyen olajfestékkel, meg ilyenekkel. Meg tűzzománc, meg ilyesmikkel simán kurva jó üzéket. Semmi airbrush persze, full lehet rajta látni így a kopás, full lecsettel van megcsinálva az egész. De nekem kifejezetten bejön amúgy. Nem tudom, hova a faszomba tűnt az ideje. A kis tornya meg a géppuskája. Leesett valahova. Pedig ez Zvezda, meg ez egy jó sikerű darab, hisz kettő. Pedig ez jó sikerű darab, a kurva anyját és így. Szerintem a dobcucc alatt lehet. Egy kis makett tisztogatós. Dologra sül ki most ebből a mai felvételből, tűnik. Kis makett nosztalgia. Úgyhogy nagyon jó. Csomó makettem így ment szétbazd meg, hogy leesett valahova, szétbaszódott. Ez a legjobban megépült maketteim. Ugyanígy történt, volt egy a 148-as F-14-esen bazd meg, kurva szépen összeraktam, nagyon jó, nagyon precíz. Legvékonyabb alkatrészek, minden tökéletesen felraktam rá a matricát, festeni se kellett, mert pont olyan színet, hogy full fekete volt, olyanra is akartam eleve is, meg tényleg létezett egy olyan darab belőle. Hát nem lejtettem, bazd meg, a szarrá tört az is, bazd meg. Olyan suta faszom kezem van, bazd meg, hogy ez már nem tudok mit mondani. A legjobb, most is levettem a Messerschmittet, rögtön sikerült földhöz baszni. Rögtön eltört a géppuskáját, ilyenkor belecsapkodnám az öklömet a falba legszívesebben. Olyan ideg vagyok ilyenkor, de nem hiszem el, összerakom, kilódok fel, azt lejtem, az szarrá megy. Ezért mondanám azt, hogy olyanból kéne maketteket csinálni, olyan anyagból, mint a Warhammer figurákat, bazd meg, azt, hogy falhoz is csapkodhatnád, akkor se törne szét. Azt már taposni kéne, hogy valami kárt okozzunk benne. Itt a Stalin 2. Még ez is jó sikerült egy darab volt ez is. Ezek az 172-esek. Itt is szintén lengyel, de ez full fos. Mondjuk a Zrínyi, azt hiszem Zrínyi 2-es önjáró löveg. A felső része nagyon fasza, nagyon részletes. Jó a matrica. Hát de a lánctalp az meg... Még ennek még úgy istenes. Jó, meg van gyűrődve meg minden. Mennek szemenként kellett ezt a izét összerakni, de hát ez 172-es, ennél pici, ja, és nem is pattant össze. Ez a barnával beküldtem, hát jó, ez egy nagy hiba volt itt, ez nagyon elkúrtam.
De gondolkozok azon, hogy újra vásárolom ezt a makettet, de valami ízével kellene. Mindjárt mondom. Azt hiszem a szín se jó. Az nem ilyen zöld volt, úgy tudom, hanem ilyen szürkés. Az Rényi 2. Hát azt hiszem, tűzzomát fújtam. Azt hiszem, ilyen festéken volt csak itthon. Nagyon sok makett azért lett olyan színű, amilyen festéket találtam. És egyébként szeretem ezt a modellt, tehát nekem ez meg lehet venni egy 35-ösbe, lehet, hogy meg is veszem. De többnyire az 172-eseket szeretem, mert sokkal kezelhetőbb, sokkal kevesebb helyet foglal, ugyanúgy részletgazdag, nagyon szép, nagyon élethűre meg lehet azokat is csinálni. Csak hát ez egy elbaszottabb modell, jó, de ez is még így a modellezés eleje, ez rohadtul tudtam volna, hogy itt szívni fogok a lánctalpal, akkor az 1.35-öset vettem volna meg. Itt a Turán. Ezt is szeretem, ezt a tankot is. Nem volt valami jó. Abszolút nem volt valami jó tank. Megcsináltam az ásóját. Turán 2-es. Hát igen, látszik itt azért, hogy össze van olvadva, össze van majzolva, szarral. Ezt is szemenként kellett berakni, ezt a lánctalpat. Tehát itt, azt hiszem, itt hiányzik egy. Ez így valahogy így nem is tudom, hogy raktam össze. Egyet sikerült, melóhelyen pakoltam, az sikerült kilőni egy láncszemet. Ezt nem szerettem, mert itt az alja ez egybe volt, de viszont itt a hajlatnál, itt teszem egészen idáig, ez a teteje is egybe volt neki, viszont itt szemenként kellett összerakni, ami 172-esnél kurvára szarott lesz szerintem. Ja, meg hát szar is volt a modell is, ez a EBG, vagy mi az Isten. Ennek legalább úgy a színét eltaláltam, mert ez kb. Ilyesmi lehetett. Az EBG az nem volt valami jó rakható modell. De nem, igazán kifejezetten szar szerintem. Lábbis az 172-esük. De hát mivel azok adtak ki 172, valami gané van itt az éve. Hát ez majd fog berohadni, valami turha van a lánctalp között. Na mindegy, és az a lényeg, hogy mivel az EBG adta ki 172-esbe, ezért ezt vettem meg. De ez is egy katasztrófa egyébként. Katasztrófa volt. Főső részével nem volt gond, de azért bazd meg, lánctalp, ez is gyalázat volt neki. Ennek meg a festését basztam el, ja, meg a lánctalpát szokás szerint. Ez a Toldi 2-es. Ennek már aztán mérgembe rá se tettem a matricát, mert nem tetszett a festés. Ez milyen kis picike. El letörjem, bazd meg, ecsetelés. Egyszer volt, valaminek letörtem így a poróltam, azt letörtem a csövet, azt hiszem, hogy valami vékonyabb tank volt. Lehet, hogy azt már nagyon sok ilyen elbaszott modellt elajándékoztam amúgy. Van egy haverom, aki szereti a maketteket, de nincs se pénze, se ideje, hogy makettezzen. Azok arra legalább rá tudom sózni az elbaszott makettjeim, mert meg örül neki, mint majom a faszán. Persze ingyen adom neki, nem pénzért. Ilyenekkel nem kereskedünk. Hát az is ilyen tanuló pénz, úgy vagyok vele. A Toldi 2. Ilyet, mert ennek már hosszabb volt a lövege, tehát az a Toldi egyen csak géppuska volt, azt hiszem, nem tudom már. De nagyon csúnyán lett festve ez is, el van baszva a festése. Ezt, mikor nem volt airbrush-om, volt az a sima zománc festék, amit lehet kapni barkácsboltba. Fogtam, felszereteltem a tézát, ráraktam, csak amikor közel fújtam, vagy nem úgy vonta be, hogy kellett, akkor ilyen izé lett az egész, ilyen éle lett így, gyakorlatilag elválik egymástól így a terepminta, és az nem jó. Meg ennek is nem tudom, kitalálta, hogy legyen barna izéje, de miért? Tehát értelme nem volt, tehát akkor sem nem néztem utána rendesen, hogy milyen voltak az eredeti színei, meg minden, pedig adtak hozzá festés útmutatót is, ami azt hiszem fekete-fehér volt. Na mindegy. Na ezt már jobban vigyáztam. Ja. Jaj, bazd meg, ennek a főjén a teteje, geci. Ja igen.
ez Hasegawa. Na, Hasegawa tankokat imádom. Azokba sose csalódok. Ott is van persze killódás néha a rakásra, összerakásra, de ennek pedig gumi, ez a gumi, ezért meg van dry brush-olva ezüsta. De ez viszont már azért egy értelmesebb munkám. Ezt hiszem tavaly raktam össze, amikor haverom öngyilkos lett, akkor, akkora lett készpont. Az angol, a Crusader, Crusader 2, azt hiszem. Ez Crusader tank. Bár én német tankpárti vagyok, de szívesen rakok egyébként amerikai meg angol tankot is. Ennek úgy a színét is jobban eltaláltam, szerintem így nem rossz. Meg a figura se lett rosszul kifestve. Ezt már nem Emanuellel festettem, ez már rendesen ezért. Szóval ez már valahogy jó, azt hiszem. Csávót beragasztottam a tankba, hogy álljon vigyázva. Ilyen hülye pozícióban van, de most nem rossz. De ez egy jó tank. Ezt jó volt rakni is, meg így jó lett a végeredmény. Még Hasegawába sose csalódik az ember. Ezt akarom megcsinálni az ének. Akkor kitaláltam, hogy a Fury című filmből a Sherman tankot megcsinálom. Igen, ám csak nem adtak hozzá jó csövet. Tehát öntőkeretből van a cső megcsinálva, meg az öntőkeretnek egy vastagabb részéből fogtam, és akkor megjött a fúrókészlet, akkor kifúrtam a csövet neki. Tehát ez öntőkeretből van, mert nem, tehát ilyen nem adtak hozzá, rövid csövet adtak hozzá. Jó, itt majd az ével lánctalpa még kezdek, amúgy nem rossz ez a szín, csak ilyen szín, nem tudom, ez is egy ilyen időleges hülyeségem volt, hogy ilyen szint kapott, részszint kapott egy kicsit, de mondjuk ezt pigmenttel el lehet, majd rendeltem amúgy pigmentet is, el lehet tüntetni. Ezen megvan a géppuska, egy pici dry brush, ez is ezüstös, itt jó mutat így, kopásokat, így, tehát így a kopás jó fel tudtam rávinni ezüstös dry brush-sal. Direkt nem tettem még rá a matricát, mondom minek, egyelőre. Most látom, hogy ez is kopás. Ennyire jön le a festék, tehát körmömmel le tudom húzni, pedig ez meg fehér alapozóval lett leizélve. Látszik is. Majd ezzel valamit kezdeni kell. Ez sérült sajnos így. Mondjuk itt oldalán azt hiszem mindjárt mondom, tehát a filmben ilyen farakások voltak a Fury című filmben. Na, mondjuk az nem baj, meg ilyen chippinggel meg lehet oldani, ami valami kopott lenne. Kis ásó rajta. Tehát ez igazából majdnem kész, ilyen 90%-ba kész van, de még van vele munkám. Ez egy nagy kedvencem, ezt is izével még zománc festékkel csináltam, a figurát meg Emanellel. Ez a tűzzománcos, ez a Revel Emanellel húztam, de egész jó lett azért. Német katona. És de a géppuska nem tetszik rajta, az ilyen kis takony. Azt nem találták el valami jó. Le ne törjem így valamit. Ez meg a leopárd. Orbánék ilyet vettek. Azt hiszem 30 darabot. 32-t. Leopárd 2-eset. Ez jó tank. 70-es években csinálták magát, azt akkor fejlesztették. De egyébként mai napig egy stabil tank egyébként. Nem járt vele rosszul az állam, csak kár, hogy igazából élni sok mindent nem tud megélni vele, maximum, hogyha a lakosság belázad a kormány ellen, akkor a tüntetőket jó eltaposni velem, de más nem. Bár simán kinézném ezekből a buzikból, hogy simán ráküldenék a tüntetőkre, hogyha esetleg majd ezeket a geciket elzavarják innen 22 után. Tehát ott érdekes dolgok lesznek, az biztos. Milyen érdekes, hogy rengeteg kézi fegyvert vásárol, de ez inkább nekem annak tűnik, mintha a lakosság ellen akarná bevetni. De ez lehet, hogy csak az én hülye fantáziám.
Bár kinézném ezekből, simán simán megcsinálják. Visszateszem a ezért. Egyébként ez megvan egy 35-ösbe is, csak nem basztam még összerakni, mert lusta geci vagyok. De egyébként az 1.72-es, ez hazegama. Tehát az, abban nem csalódik az ember, ez kurva jó darab egyébként. Meg igazából jól sikerült szerintem, nekem bejön. Ez is már vagy 3 éve, ez két-három éve, inkább 2 éve csináltam ezt a tankot. Néha leszoktam porolgatni. Hát én a király tigris, szokásos cvezd, az ilyen. De mennyire befolyt a festék itt, bazd meg, azt a kurva. Hát igen, ez egy okádék munka. Meg itt a cellux volt, nem tudom, itt is ez szokás, klasszikus, klasszik shit, hogy nem, kurva nehéz erre föltenni a lánctalpat. Itt a tetejére aztán lusta voltam, voltak még dolgok, azt se tettem rá. De valahol még megvannak, de én ezzel a modellel már nem foglalkozom. Igazság szerint lehet, hogy ezt is amint egy másik, ja, össze lett putízva. Itt a vége is, itt szarul is van festve. El van baszva a festés. Jó, poros bazd meg, ez havernak oda lesz adva majd ez is. Csak addig még nem teszem ki a szűrét ennek a modellnek még. Gyakorlatilag be nem szerzek egy normálisat, össze nem rakok egy jobbat. A király tigris. Hát ez mondjuk ez kifejezetten egy elbaszott darab. Ezt is még így a makettező karrier elején kezdtem el rakni, meg festeni. De ez a modell az menni fog, annak mennie kell. Ez viszont az egyik legjobban sikerült. Bár a szín összeállítás itt is azért, tehát ez elméletileg ez még nem elefánt, mert ezen még nincsen géppuska. Ez Ferdinand. Ferdinand néven is lett kiadva tankpusztító. Zvezda egyébként. De ez viszont jó lett. És az a lényege, hogy akkor volt elefánt, már említek, akkor a géppuska fészket telepítettek a tetejére. Ugye a lánctalp is így aránylag jó lett. Ja, rozsdásra csináltam, meg kopottasra csináltam meg ezt a darabot, ebből is van videó. Ennek a üzét még felhagytam, ezt full ecsettel emanellel lett festve még. De ez azért ez részletgazdag is szennek úgy bejön. Egyik legjobban sikerült tankom, bár tény is való, hogy ilyen sötét zöldbe úgy tudom, tehát ez inkább ilyen oroszos, bár németnek van megcsinálva. Bár még megcsinálhattam volna özével is, vörös csillaggal is, és akkor elmondhatjuk, hogy a oroszok ellopták, vagy valami. És akkor lett volna orosz, orosz hadizsákmány, Ferdinand tank. Tank, vadász, bocsánat, ez nem tank. Szeredetileg úgy, hogy ez a Ferdinand Porsche tervezte ezt a darabot. Ez lett volna a tigris tank, tehát ez az alváz, ez a tigris tanknak az alváza lett volna, mert Porsche csinálta volna eredetileg a tigris tankot, az felsültek, de már valami 80-90 darab le volt belőle építve alvázból, és rátették ezt a tornyot, kitaláltat, Hitlernek nem tetszett ezért, csalódás volt, csalódott Porsche-ba, és ennek a csövét is ki kell fúrnom amúgy. És utána fogta azt a maradékra, amit elkészítettek, alvázat tettek, egy ilyen koporsót, meg egy kurva nagy löveget, és egy tankpusztítónak megcsinálták, tankvadásznak. Azt hiszem 2 darab maradt belőle a világon, egy Oroszországban, meg egy Amerikában. Amcsi ilyen tankjavítók felrestaurálták.
azt azért találtak benne, emlékszem, van is a YouTube-on róla egy videó, görgők között lövedéket, a Sherman tudta kilőni, de azt is csak úgy, hogy oldalt, meg a görgül, tehát a páncélja annyira brutális volt, hogy még modern tankkal is azért nehéz lenne átlőni, jó, hogy lett közelről, vagy olyan, meg ennek itt ugye már döntött volt legalább az oldala, még ha az eleje az minimálisan is, meg nem úgy, mint a T-34-esnél például, de ez a döntött páncél az jó, jó dolog. Egyébként nagyon sok repülőm is volt, de az a repülőkkel kezdtem inkább a kettezést. De nagyon sok még ilyen betanulós modell volt, azt azoktól megszabadultam. Rengeteg modellt vettem, iszonyat, tehát nagyon sok. 71-72-es párti vagyok többnyire. Már lenne pénzem egy 35-re, csak meg helyem nincs. Meg hát akkor jóval kevesebb lenne. Tehát én egy időre nagyon rá voltam állva a mennyiségre, és hogy jó sok legyen, mert az a fasz, hogyha jó sok van. T-34. De ez már kerekített tornyos. Akarom majd a szögletes tornyosból is akarok szerezni majd. A bassza még van egy 72-es, csak ritkább. Anyád! Ez összegyógyult a izéje. Pedig ezt tudtam forgatni. És T-34-es. Igen, ezt már látszik, hogy ez már részlet gazdagabb, meg egy kicsikét, ez jobban sikerült darab. Minőségibb munka. Igen. Meg mondom, itt lett meg, itt a lánctalp egy kicsit csúnya lett, itt látszik, itt az ilyen följebb, tehát bentre kellett volna, hogy eltakarja. Ennek se lehetett felpattintani rendesen a lánctalpát, és össze kellett ragasztózni. Az sima izével, ilyen revel. Tehát még csak az a baj, nem is pillanatragasztó, hanem ilyen izével, ilyen tűfejes revel, az teljesen szétolvasztotta az egészet, mert annyira feszült, mert látszik, hogy meg is van törve, mondjuk ez egy hiba. Tehát nem vizé, hanem gyakorlatilag megtört a lánctalp szögletesre. Mondjuk ez egy kurva nagy hiba. A részemről. Ezt nem próbálom mozgatni a tornyát, mert szarrá is törn. Mondjuk ezt is külön festhettem volna, itt a lánctalp darabot. Hát igen, mondjuk nem egy tökéletes modelles se. Por van már ezen a mattone. Ez meg Italeri. Ez nagyon jó modell, nagyon fasza. Ez az Italerinek volt ez a Fest modellje. Egyébként nagyon jó volt, hogy gyártanak. Ez egyébként sokkal jobb, mint a Armor Fast. Például, amiből a Jack Tigert raktam össze. Az Italeri is sokkal részletgazdagabb. Az Italerinek azt hiszem az 1.35-ese is faszák. Csak itt az évek. Akkor nem tudtam, nem ismertem a dry brush-olást, azt úgy csináltam, emlékszem, hogy lefestettem barnára, fogtam fogpiszkálót, és akkor fogpiszkálónak a hegyével vonogattam be, bazd meg a kopázsokat rajta, meg ilyenek. Mondjuk az se egy rossz megoldás, csak azt akarom csinálni egyébként, tehát lehet, hogy egy picikét itt leveszem az oldalát, lehet egy kis festékoldóval lekapom ezt a izét, teszek rá egy kis pigmentet majd, vagy mondom, hogy megjön majd ilyen valami jó pigment, akkor az élet hűbbé teszi, annyit tudok rajta segíteni, de egyébként a színösszeállítás, meg mondjuk itt ezt sötétebbre kell, majd be kell vassózni, vagy valamit kell, nem kellett volna fényesre drybrush-olni a vezetéket. Itt a kis balta, itt van az ásó rajta, matricázva van. Itt mondjuk ez a zöld, Panzer 3-as azt hiszem nem igazán létezett, vagy lehet, hogy volt, nem tudom. Nagyon sok fajta színtípus volt a németeknél. Szóval itt oldalt le is dobta a matricát, mert itt is volt azt hiszem szám. Ez egy ilyen gyorsan rakhatós tank, de igazából itt is amúgy voltam, hogy legyen ezért
olcsó is volt, meg kettőt is adtak hozzá. Az egyiket, ezt hosszú csővel csináltam meg, ezt pedig rövid csővel, de ennél legalább a szín már el van találva. Csak én ezt nem ezzel a barnással, hanem inkább ilyen terrakottás ezével kellett volna festeni a drótot. Jó forgó, jaj, ez ilyen rövid csövű. De kétfajta csővel adta az Italeri. Itt is ugyanez a helyzet. De viszont itt a vas az jó bedolgozta, itt a, ezt tetszik. Itt annyira ezeknél nem, pedig ez is kapott vast. Igen, itt meg ide tettem, volt a változatosság, hogy a német zászlót, azt meg nem számot tettem rá, hanem rátettem a tornyára. Így. Ez is egy kicsit festékhígítót kap a... Hát ezt is lehetne venni egyébként, most látom. Igen, mert ez pattintós. Várjál csak. Most kilazult. Kicsit... Jó, nem basztatom, nem nyom. Nem, de jó lett egyébként. Porosodik. De egyébként akkor a por is egyébként ilyen érdekes, mert ezt a fajta valejó festéket a porírés utána leporoljuk ilyen ecsettel, utána ilyen érdekesebb ilyen színe lesz, változik a színe neki. Ugye gondolom, hogy páratartalom is, ezek nincsenek egyébként lelakkozva. Nagyon sokan lelakkozzák egyébként ezeket a vízbázisú festékeket. Én mondjuk nem. Mondom, ezen inkább a lánctalp, tehát a színet, szint azt meghagyom, matricát is minden, ez a lánctalp az majd kap egy kis pigmentet, majd, hogy élethű, esetleg még itt a, meg ezeknek a rácsai, vagy a kábel vezetéssel kezdek valamit még utólag. Fasz a kis izéva, ő az anyádat, az beütöm. Rögtön beütöttem az asztal sarkába, jó van. Milyen ez? Ennek ilyen fasz a vékony, valahely jó ecset, ezeket Warhammer figurákhoz használom. Van itt vékonyabb is, igen. Rengeteg ilyet beszereztem, ilyen tűecsetet. Valahely jó 0.30-as. Tehát ezekkel egy drótot szépen újra fessük, meg ilyesmi. És a Warhammer figurát pihentetem, mert úgy vagyok vele, hogy tényleg a izéket kéne ma összerakni a rengeteg sok modellel kell kezdeni, mert egy ideig volt éve, volt egy másfél év, hogy egy darab makethez hozzá nem nyúltam, meg ilyenek. Úgyhogy most ezeket kell rendbe pakolni. Az 1-100-as Cvezdák, ez mind Cvezda, ez egy kis pofa. Panzer 1-es. 1-100-as. Panzerkampfwagen 1. Azt hiszem, ezen csak gépuska, két ilyen gépuska van. Úgyhogy megvan drybrushol, kis cuki lánctalpa. Mozog a... Áj, nagy nehezen mozog a tornya, de nagyon óvatosan, mert letapod. Simán el lehet törni neki újjal a izét. Az egy kis cuki, bazd meg. Egy a száz, de ilyet hülye, tök hülyeség volt 1-100-asba kiadni, vicces, de bazd meg. 1000 valamennyi volt, és akkor összeraktam, 1100 forint, azt hiszem. Összeraktam, kijött belőle egy ilyen, mondom, anyádat. Igen, ez az izé. Nem tudom, hogy ezt csináltam a kitörés napjára, Király Tigris, azt hiszem ezt. Ez drybrush-olva van, többnyire. Az anyád, ez is összegyógyult, bazd meg. De mondjuk ez így már egy picikét élethűbb. Ez egyetlen valamire való. Hát de itt is egy picit feljött, igen. Ezért mondom, voltak itt gondok a Cvezdával bőven. A pattintós, mert azok többnyire pattintós, ezért meg itt is látszik, hogy itt is fej. Nem, hiába nyomtuk, ne, na, most összepattant. A cserébe meg szétesett a hátulja. Na, ez volt itt a gond. Itt
Az anya, jaj, mert ragasztottam, bazd meg, jaj, tényleg el volt törve, azért. Jaj, azért nem forog, mert le van ragasztva a torony. Getszó. Getszóvári. Na. Hülye fasz. Hülye fasz, bazd meg. Elfelejtettem, hogy le volt ragasztva a torony, bazd meg, mert... Várj, jó, raktam föl. Szép Charlie raknám föl, az lenne az igazi. A Tamia meg fogja, buzi Tamia fog már meg. Bár mondjuk van ilyen ezért is, ezt mondják, hogy ez jobb, ez az extra erős, ez azonnal oda fogja, csak még ezt nem bontottam ki. Az ABS, ez nem tudom, hogy milyen. Hát mondjuk az iziné az erősebb, az biztos. Mindjárt mondom. Amit falhoz basztam ottkor a Mr. Cementné. Meg az a csoda bassza meg, hogy nem tört szét. Mert pont így a radiátorhoz sikerült hozzábaszni azért, az is így üveg az egész. Még vastag üveg. De ha szétment volna, akkor mind a radiátor, mind az ágyra kiömlött volna az. Ezt lehúzzuk, lezárjuk. Extra elős lófasz. Oké, megfogta, jó van. Mert faszomnak nyúkálok én is hozzá, bazd. Ide tesszük a izé alá. Essú. Na, én is olyan vagyok, mint a faszom. A királytigris lenyomom sötét zöldre, bazd meg, ami orosz szín, mondjuk lopott királytigris is lehet. Ez, ami meg eleve sötét zöld lett volna, ez még airbrush, akkor még jobban szuperált, lehetett vele fasz a terepmintát fújni. Egy a százasra. Azért mondom, hogy valami van az airbrushommal, tehát néha ilyen fasz a terepmintákat lehetett ezért fújogatni rá. Leállt egy kicsit ezért. Tök jó terepmintákat lehetett rá fújni. Ez nem mozog el neki a csöve. Na, ezt meg airbrush nélkül csináltam. Láttam egy ilyen Warhammeres csávót, és ő úgy csinálja, hogy Imperial Guarddal játszik a faszi. Hát ugyebár ez kézzel, tehát annyi, hogy használ sprayt az alapozáshoz, fogja ecsettel, hát figurákat ildobosabb ecsettel festeni. Nagyon kevés olyan figurafestő van, aki airbrush-t használ, mondjuk a High Glide-okhoz szoktam airbrush-t használni, hogyha figurázok. Tehát mondjuk a bizonyos szögbe fújjon meg, és akkor sötétebb lesz. Például van egy Dungeons and Dragons figuráim, jó nagy darab trollok. Ott például lefújtam mondjuk világosabb zölddel és sötét zölddel felülről. Kapott így a bicepsze, a lábszára, tehát ott a sötétebb zöld, az pedig kifejezetten jó lett. Ez meg úgy volt az öregnek, hát én 50 év körül faszi. Fogta a kis izét, szivacsot, konyhaszivacsot letépkedte, belemártogatta, aztán így megpöttyözgette, és utána fogta barnába, és gyakorlatilag egy tök fasz a terepmintás izét, airbrush nélkül, meg ecset nélkül mindenki tudott hozni belőle. Ő mondjuk, ja, Imperial Guardhoz azok használnak terepszínű tankokat. Nem ilyen egyszínű tank, mint mondjuk a Blood Angel, vagy a Ultramarine, vagy ilyesmi. Tehát tényleg az Imperial Guard a Warhammerbe, tehát ez a klasszik agysereg végül is. Azoknak még úgy vannak ilyen terepszíni cuccaik. Na ezt így amódon kitaláltam, akkor ezt a kis egy a százas, ez is izé egyébként, miért Ludwigot akarok mondani, Ferdinánd, ez is ezen sincs géppuska. Ferdinánd tank. Na ez a tank, ez viszont tévedésből került hozzám. Akartam kávé egyet, de szerintem nem az egy a százasban. Szóval van egy videóm, amire rakom össze, és azt mondom rá, tehát mert gyakorlatilag a torony az hasonlít a régi, csak egy picit rövidebb a csöve, T-34-eshez, a szögletes tornyú. Na mondom, akkor, de mondjuk gyanús, mondjuk azt hiszem annak nincsen hátsó géppuskája. Azt hiszem a szögletes tornyúnak. Egyébként pont a magyar izét tett. Kommunista magyar zászló, tehát ez
mikor volt, az már Kádár idejében volt ez, azt hiszem ez az, hogy vörös csillag, és akkor közepén egy zöld, és akkor hiszem Kádár, nem tudom biztosan, de volt egy ilyen Mr. Craftos 1.72-es matricám, azt ráraktam az 1-100-asra poénból, hogy van egy ilyen magyar kávé 1-es, de ezt nem tudom, hogy a magyar hadseregben valószínű kávé 1-es, nem hiszem, hogy lett volna, de most ez kit érdekel, most leszartam magasról. Mondjuk az én festés ez itt is jó lett. Ez nekem tetszik, tehát így fémes, ilyen kopottasra is sikerült megcsinálni. És na mindegy, az a lényeg, hogy azt hittem, amikor először nem figyeltem a görgősort, vagy a T34-esnél, ez a nagy, ezért van, nagy görgősor van. Stalin 2-es, hol van már az? Nem, itt a Stalin 2-es. De görgősor az a ezért, KV1-nek volt az a pici görgősor. Rakom össze, azt még valaki még alá is írta, hogy nem, ezért, de nem írta volna helyes megfejtés, hogy te fasz, ez nem a T34-es, ez KV1-es, de T34-est rendeltem, és KV1-est küldtek ki. Egyébként ez nem a modellfutás, a modellshop, nem, replika shop volt, azt hiszem. Kimondtam a nevét, na mindegy. Nem rossz volt az sem, meg minden, de ott többször volt az, hogy például rendeltem, azt hiszem, volt egy E100-as, meg volt azt hiszem Mauz. És nem volt E100-asuk, és babasztak még egy Tigris tankot, meg ilyenek. Erről van is egy kurva anyázós videó a csatornámon. A Green Light makettem. Hát még kurva anyáztam, és néztem is a listát, bazzeg, nem is ez volt lerendelve. És akkor meg raktam össze, az utána unoka tesóm szólt, hogy de figyelj már, ez a kávé egyes, mert a görgője más. Ezért hasonlított rá ez a szögletes izé, de gyanús a géppuska is, sokkal hosszabb a izéje, mint egy... Tehát ez nem az a klasszik izé, T-34 alváz, az a malvázról meg lehetett ismerni, hogy ez nem az volt, mert na mindegy, és ez a lényeg, hogy egy ilyen kis bakit csináltam, akkor ezt raktam össze. A videó T-34-esnek neveztem, ott KV-1-es tank. De egyébként a szándék az volt, hogy T-34-es lesz, csak nem azt küldtek ki ezek a faszopók. Na mindegy. De azok nem is, azóta egyébként nem is rendelgetek tőlük semmit. Judd Panther. Na, egyébként van izébe is, egy a 100-asba is. Ezen is jó, érdekes, ezen meg tudtam sokkal kisebb tank, és meg tudtam csinálni a terepmintát. Itt még nem köpködött, itt se volt azért. Tehát volt jobb, fényesebb korszakában az airbrushomnak, lehetett vele terepmintát, sokkal kisebb tankra, és sokkal nagyobb tanknál már nem tudtam vele terepet fújni, nem tudom, hogy miért. És ennek itt azért, ha. De erre már nem akartam drótot tenni, mert hát túl vastag a drót, ami van nekem. Viszont a másik oldalra meg nem adtak. Ez egyébként ez is egy jó. Jó sikerült egy a 100-as modell. Igen. Király Tigris. Ez is ilyen érdekes színezés kapott. Meg ez se rossz neki egyébként, nem egy rossz. Meg kettő király tigris küldtek, azt egyet rendeltem csak. Csak azért, hogy kijöjjönnek a pénze, ne kelljen az, mert normális modellező boltokba írnak egy levelet, hogy ez meg ez nincsen, de akkor kevesebb lesz. Tudom én, ami kijött tárba, berakták az E100-as helyet, betették az egy király tigris. Ez kettő király tigris küldtek ki. Nem kurva anyáztam, amikor megláttam kicsit se. Á. Na, Mauz. Ezért se terepmintás. Azt hiszem, ebből is már csak egy van. Vagy ebben nem is csináltak sokat. Ez is Oroszországban, tankmúzeumban. Mauz, 1-100-as Mauz. Ez is milyen nagy, hát komolyan 1.72-es tanknak majdnem, ezért szólt 1-100-as csak. Hát ilyen nagy volt a Mauz. Ó, másik nagy kedvenc, Panther. Ó, nagyon szeretem ezt a tanktípust. Hát az orra, ez bazd meg.
Ez az éjfaszomna. Ez a Zvezda egyébként. Pontosan ez az összeillesz, és nem illik össze. Ilyen hulladék a Zvezda. Szó szerint. Nem lehet összerakni, nem lehet összepartni. Most mennyi putit kéne ebbe, hogy nézne már ki? Szerintem, hogy csomó ideig így is filmeztem, hogy ne látszódjon itt ez az izé. És akárhogy nyomom, előbb törne ketté az egész, meg... szóval nagyon érdekes, nagyon érdekes. Ez a Panther. Azóta tényleg Zvezdát itt átkoztam el, hogy a kurva anyját. Ez meg ilyen sivatagi festésű Panzer 3-as, a rövid csövű. A fütyibe van már. Hőszívódott. Meg az 172-es Panzer 3-as. De már ezt előmutattam, ez a Panzer 1-es. Panzer 1-esben csak egy a százas volt. De tényleg, ha megnézzük így a viszonyítási alapokat, hogy egy Mausshoz képest mekkora volt a Panzer 1-es, azért az kemény. Így egymás mellé beállt a kettő dolog. Jaj. Ez is ilyen emlékvideóban volt. A vörösbárós emlékvideó. Ez a Hort is volt olyan videóm, ami a Hortit vágtam be. De ez esett le előbb, azt itt van a kurva száját neki. Kilazult a géppuska, most csöppentsek rá egy kicsi izét. Hát, nem tudom. Ezt is az évvel festettem. Zománccal. Itt is jön fel a zászló. Itt is van egy hiba a tankon. Aztán elszakadt a felségjelzés, aztán nem tudtam tenni, tehát ezen is geci sok hiba van. Megírta az egyik kedves néző, írta, hogy itt aztán a kipufogó volt ezen a részen. Ez a hosszított, aztán a magyaroknak a rövidített, aztán ez a sivatagi Messerschmitt volt az, aminek ilyen hosszú volt. Ez a cucca. Ez egyik néző hívta föl figyelmemet rá. Mondjuk ide tehettem volna mondjuk fogsejmet, így összeköthetni ilyen kábelt. Itt is nem tapadt össze rendesen a izé. Egyébként Mr. Craft, mit várunk tőle, tehát Messerschmitt. Jaj! Na megjön majd a Tamiya Fit, akkor majd azzal a matrica fixálóval majd még megmentem ezt a izét. Ez a modellhez nem nyúlok, ez is ilyen emlék inkább. Nem lett szép munka, kurvára nem lett szép munka, de... De amúgy megnézték, tehát egyik legnézettebb videóim közé tartozik, amikor ezt raktam össze. Ez is ilyen tanulós makett egyébként, ezt hozzá kell tenni. Na ezzel viszont beszívtam kőkeményen a faszt. Ez Revell. És így hiába mondom azt, hogy vannak jó Revellek, vannak rossz Revellek, de ez a Revellek között ez a legrosszabb. Rövidebbre kellett csinálni, el kellett vágnom a izéből. Nem fogta be. Itt az izé, a vörös bárónak a Fokkerje, Fokker 1-ese. Pont a Fokker DR 1, azt hiszem. Ez az izéje neki. Mondjuk a szint az nem rossz. A szín az jó. Mert ez ilyen kevertem, tehát nem azt a Sanguinius Bloodot használtam, hanem kevertem hozzá, tehát különböző voltak ilyen Valejo festék, nem is festék, inkább ilyen ráteszed és mondjuk belenyomod a festékbe, és mondjuk sötétebb lesz, vörösesebb színű. Ez pedig az 172-es ezért Fokker.
ezzel szívtam, nagyon szar volt festeni és összerakni is. Ez egy kurvára nyögvenyelős makett volt. Na, valamelyiket nagyon jó összerakni, de ezt emlékszem, hogy ez nagyon rossz volt. Ezt is megfogadtam, hogy ha ilyen repülőt rakok össze, soha egy 72-es, inkább veszek egy 35-ös vagy egy 48-asba. Megveszem, egyébként egy 48-asba vagy egy 35-be, ez kurva jó néz neki, tehát tervben van egy nagy vásárlás, az is így vörösbe ározi, Fokker lesz mindenféleképpen. Jó, ez nem modell, ez számítógépen a porosodik. Mondjuk ez, erre tettem vast. Erre eszem Citadel, Argrax őrséd, be van húzva egy picit, elég zöldes voltak. Megjött, majdnem, hogy zöld volt az egész szobrocska. Mondom, mi ez zöld alien, bazd meg, vagy mi a picsa, mondom, ez ilyen fan-made alien, vagy mi az istennyila. És akkor fogtam a Citadelnek a Argrax őrségét, és így becseteltem vele azt. Befolyt, és akkor még jó is megy, picit ilyen csillogósabb. Ja, még nem is csillogott, full mat volt az egész. Mondom, hát bazzaget, most árulják tizenvalahány ezreké ezeket a cuccokat, bazd meg, és még csak nem is élethű. Ma mondjuk már így az, tehát a figura öntése az tökéletes, csak faszul festették ki. Úgyhogy ez be lett sédelve, tehát még lehetne ilyen amaneles sédet is rá, vagy bocsánat, az vas, mert ezének van sédje a Citadelnek. Citadelbe hívják Shade-nek a vast egyébként, az vas az is. Na és mindegy, ez a lényeg, hogy Emaneles vassal simán be lehetne, a jó fajtával, vagy a Nunoil, ez a neve, az is Citadel Shade. Gépekre való olaj, az is ilyen olajszerű, és Nunoil, nem tudom, hülyén ejtem ki, érdekes nevem, azt majd még nem nagyon szeretem a Citadel termékeket, de abból illdomos lenne beszerezni egyet. Vissza, és itt van a klasszik. Na bazd meg az anyád. Ennek köszönhetem gyakorlatilag a csatorna némi ismertségét. Hú, bazd meg. Tiszta porfogó. Szarrá, fossá van már törve. Hogy van ez, bazd meg? Ebből is vagy 20-szor leesett, komolyan mondom. Ezt nagyon föl kéne. Szeret, hogy elbrassal kéne lefújni, bazd meg. Ezt már nagyon szar egy csettelt, azért le van tördös, vagy csomó helyen. Amúgy megvannak az alkatrészei, az összeset eltettem. Mert még jobban meg kéne küldeni ezzel a foszforeszkálós festékkel. Tök jó lenne így az asztalnál ilyet nyomni. Hát nem nagyon viszi. Na, valami megint az ujjamon ragadt. Erős ecsetelés segít már ezen csak. Ez is gondolkoztam, hogy megfonom, tehát ilyen fogsejemből. Már mondjuk azt hiszem egy eltört, azt hiszem, hogy másik oldalán megvan-e még, vagy eltettem egy külön izébe, de ezt végig is tört, meg Hát volt olyan, hogy valami 2,5 méterről esett rá a vitorlákra. Azért vannak eltördös, vagy a teteje meg ilyenek. Na. Tök jó lenne itt festeni kamerába, de itt a modem, itt van a joystickok, tehát a PS-hez, a
régi Nintendo-s izékhez, tehát a SNES, NES, pár ilyen USB-sek, tehát Commodore, ezért Commodore 64-nek a, hát nem a 64, ez a The Commodore, ez a mini-nek a izéjec utca. Nem kéne, jó, el kéne pakolászni, meg minden, vagy ezt itt le kéne, lehet, hogy egyszer megoldom, nem tudom. Nem lenne rossz itt festeni egyébként, csak sokkal kisebb a hely. Itt sajnos, meg egy nagyobb mattot be kéne szerezni, egy ilyen A3-asat akkor, hogy ugye billentyűzetre ne menjen. Billentyűzetet is ezzel tisztítom egyébként, meg a gépet is. Egy oldalra fordítom, ez kicsapja belőle a port. Na hát kb. Ennyi volt most így az ezek, amik voltak. Hát csak nem lett építés. De legalább akkor így végigmutogattam, hogy mi van kész eddig, be mi ment tönkre. Na köszi, hogy itt voltatok és megnéztétek ezt a videót. Elköszönök, sziasztok! Hú, mekkora retek van itt azért még így előtte. Takarítás előtt azért lenyomom. Ja, ezt még nem is mutattam, mert ez a régi trianonos ezérrel festettem. Halálcsillag. Ja, Hexupér is. Lightning. Majd ezt meg kell takarítgatni egy kicsikét.